Gyújtópont. Gyújtópont. Minden hétköznap délután 4 órától 6 óráig. Mi okozza a modern demokráciák gyengülését vagy átalakulását? Többek között ezzel a kérdéssel foglalkozik a Matthias Corvinus Kollégium által indított nemzetközi előadás sorozat mai előadása, és vonalban van Súrjányi Fanni, az MCC kutatási vezetője. Szervusz, Fanni, szeretettel köszöntelek! Szia, Sandra! Köszöntöm én is a hallgatókat is. Nos, mielőtt még belemennénk a mai programba egész konkrétan, először arra kérlek, hogy egy kicsit mutasd be ezt a Matthias Corvinus Kollégiumot, mi is ez a szervezet, miről van szó, és miért indítottátok útjára ezt a nemzetközi előadás sorozatot? A kollégium igazából már több mint 20 éves történetre tekint vissza. Maga az intézmény azért jött létre, hogy az igazán tehetséges, motivált diákokat összegyűjtse, igazából most már általános iskolás felső tagozatos kortól kezdve egészen a posztgraduális képzésekig mindenféle képzés és mindenféle korosztálynak kínált képzés alkotja a portfóliót. Uh-huh. A lényeg az, a kollégiumnak a fő célja az, hogy úgy teremtsen értéket, hogy közben a társadalom iránt is felelősséget érző elhivatott diákokat gyűjt egybe. Az a célunk elsődlegesen, hogy kiegészítsük azt az oktatást, amit egyébként a közoktatásban, illetve az egyetemi oktatásban kapnak a diákok és a hallgatók, uh-huh. illetve hogy olyan embereket is összegyűjtsünk, akik akár ebbe a képzési folyamatba korábban a tanulmányai során nem léptek be, de érdeklődnek úgy egyébként a közéleti ügyek iránt, szívesen részt vennének mondjuk erdélyi fiatalok valamiféle aktivitásban, nem feltétlenül politikai, hanem szintén éreznek magukban egy elhivatottságot arra, hogy a napi munkájukon kívül, tevékenységeiken túl tegyenek valamit a környezetükért, ezért vannak például a politikai iskoláink, az erdélyi politikai iskola, a kárpátaljai vezetőképző, uh-huh. van egy női vezetőképző, ezek elsősorban az oktatási tevékenységek, és ezek mellett a kollégium végez még tudományszervezési, publikálási, a kiadvány megjelentetési tevékenységet is, tehát egészen szerte ágazó, agytrözt jellegű, ilyen think tank jellegű munkát is végzünk. Aha. És ennek a részei a nemzetközi szervezések, illetve amit mi az MCC kutatási részlegén, az MCC Research keretében végzünk, az szintén arról szól, hogy olyan kérdésekkel foglalkozzunk kicsit mélyebben, amelyek érintik a mindennapokat, érintik az embereknek a hétköznapi viszonyait, tehát akár legyen szó a demokrácia jövőjéről, akár uh-huh. a környezetvédelemről, a nemzetállamoknak a 21. századi fontosságáról, ezeket mind vizsgáljuk úgy, hogy közérthető módon az emberek számára érdekesen, azok, akik erre nyitottak, számukra érdekesen, de mégis egy tudományos igényességgel uh-huh. tudjuk tálalni. Akkor jól értem, hogy akár bármilyen irányultságú diákok, egyetemisták is részt vesznek ebben a programban, vagy ebben a kollégiumban? Igen, nagyon sokféle tudományterületről, érdeklődési körből érkeznek hozzánk diákok, tehát van magának a kollégiumnak ezen az oktatási részlegén, van többféle szakirány, a jogszakirány, média, kommunikációs szakirány, van közgazdaságtani, közép-európai, és én például a nemzetközi kapcsolatok szakirányra jártam, tehát uh-huh. én is kollégista voltam, és utána kértek föl, hogy dolgozzak is velük. Világos. És tervezzem meg ezt a kicsit egy university think tank jellegű, aha. tehát oktatásibb kutatóintézet, kevésbé egy a politikusoknak, politikai pártoknak tanácsadó, sokkal inkább ilyen oktatási jellegű kutatóintézet részét is az uh-huh. intézménynek. Érdekes. Egyébként külföldiek is részt vesznek, vagy elsősorban magyar diákok? A diákok között elsősorban magyarok, és nem csak magyarországi, hanem az egész Kárpát-medence szerte élő magyarok. Uh-huh. Nagyon gyakori, hogy akár beköltözött diákként itt vannak, akár pedig ezekben a különböző posztgraduális programokban vesznek uh-huh. részt. Hol van a központotok? A Gellért-hegyen Budapesten, ez az elsődleges központ, uh-huh. Somlói úton, de igazából nagyon sokfelé vannak már kisebb szintén kis bázisként meglévő MCC központok. Van Kolozsváron is, nemrég indult ott az egyetemi program, de Kárpátalján is, Erdélyben több helyen, illetve Magyarországon több régiós központunk is van. És akkor, ha jól értettem így, hogy ez az előadás sorozatot ezt most indítjátok útjának, igaz?
Igen, tavasszal volt a migrációs konferencia, most pedig ősszel, mivel évente egyszer szeretnénk az a terv, hogy évente egyszer legyen egy nagyobb konferenciánk, most ősszel egy előadás sorozatot indítottunk. A cél egyébként hasonló, tehát ugyanúgy a közélet és azoknak bizonyos szegmensei iránt érdeklődő fiatalokat, illetve akár idősebbeket is szeretnénk megmozgatni, akik személyesen is eljönnek, nyitottak arra, hogy hozzá is szóljanak akár kérdéseikkel és szövételeikkel ezekhez a beszélgetésekhez, illetve hogy úgy egyáltalán behozzunk olyan témákat a közbeszédbe, amiket fontos megvitatni, hiszen mindannyiunknak az életét érinti, mint például a demokrácia jövője is. Így van, akkor beszéljünk is erről a mai előadásról, ugye, ami ma este lesz, ha jól tudom, pontosan hol és hánykor, és kik vehetnek részt rajta? Budapest Music Centerben lesz, egyébként a Corvinus Egyetemtől nem messze, amivel szintén talán érdemes megemlíteni, sokan összekötnek minket, pedig ez csak óvazonosság. Igen, hát a Corvinus szó miatt, igen. Igen, de ez két teljesen külön intézmény, tehát a Matthias Corvinus kollégiumnak ez a szakkollégiumi része, ugye nem csak szakkollégium az MCC, de az is, az nem kötődik közvetlenül a Corvinus Egyetemhez. Vannak a Corvinus Egyetemről is diákok, de nem a Corvinus Egyetem szakkollégiuma az MCC. Igen, jó ezt tisztázni. Igen, mert ez sokszor okoz félreértés, de egyébként pont a Corvinustól nem messze van egy helyszín, ahova most megyünk. A külső helyszíneken szervezzük most meg ezeket az előadásokat, mindig máshol a belvárosban, akár budai, akár pesti helyszínen, és most pont ott a BMC-ben lesz, este 6-tól, már 5-től lehet érkezni. Uh-huh. Elsősorban azoknak, akik előre regisztráltak, de van lehetőség arra is, hogyha valaki ott megjelenik és bejelentkezik, megadja az adatait, nevét, hogy a szervezetet, ahonnan jött, akkor valószínűleg ugye a helyek, a szabad helyek számának függvényében, de valószínűleg le fogjuk tudni ültetni, és részt tud venni az előadáson. Úgyhogy ha esetleg valaki még most kap kedvet, is részt tud venni. Az még gyorsan mehet ezek szerint. Igen. Hány főt tudtok egyébként ott leültetni, vagy hányan mehetnek összesen? Nem vagyok biztos a pontos teremkapacitásban, de szerintem... Úgy körülbelül. Fölött. Igen, tehát hogy 120 fő talán körülbelül. Az a maximális és létszám. És elsősorban diákokat vártok, vagy akár újságírókat, érdeklődőket? Kiknek szól ez a mai? Igazából mindenkinek, aki érdeklődik, akinek fontos az, hogy a közélet egy tudatosabb szinten folytassa le a vitáit. Úgyhogy szeretnénk, hogyha bárki, aki úgy gondolja, hogy érdekli, és akár hozzá is szólna, az részt venne. Uh-huh. Akkor ugye ennek a ma estének ez a felütése, amit mondtam is a bevezetőben, hogy mi okozza a modern demokráciák gyengülését, vagy átalakulását, és egy bizonyos Rick Schenkman nevű újságíróra hivatkoztok. Ha jól tudom, ő is ott lesz az előadók között? Igen, így igaz, illetve az a szakértő is, az a kaliforniai professzor, akinek ő a cikkét, tehát ugye aki a Rick Schenkman újságíró cikkét ihlette, ugyanis Schenkman úr ő részt vett egy konferencián, egy politikai pszichológiai konferencián, ahol hallotta a Sean Rosenberg professzornak az előadását, és igazából erről szól a politikó cikk. Érdekes módon ez a két ember korábban személyesen nem ismerkedett meg, tehát most a mi előadásunkra. Na, akkor találkoznak. Kaptak meghívást és találkoztak, igen, már mi is találkoztunk velük, beszélgettünk egy kicsit, hogy mire számíthatnak az este folyamán, és ők itt ismerkedtek meg egymással. Egyébként maga a téma meg a cikk valóban egy nagyon érdekes írásmű, mert egy elég provokatív álláspontja van Rosenberg professzornak a demokráciákról, illetve azok jövőjéről. Ő úgy gondolja, hogy nem csak most kezdtek el különböző válságokon keresztül menni a nyugati demokráciák, hanem a demokráciának, mint olyannak, ennek a nyugati típusú demokráciának már a kezdetektől inherensen része az, hogy nagyon ki van szolgáltatva nem csak a szélsőségesnek, hanem a szélsőségeknek, hanem a populizmusnak, és annak, hogy fölemészte önmagát. Tehát ő úgy gondolja, hogy egyszerűen az embereknek a beállítottsága, a pszichológiája, az agya nem alkalmas arra, hogy felelősen politizáljanak olyan mértékben, ahogy ugye egy demokrácia elvárja egy választópolgártól, hogy olvasott legyen. Azért ez merész állítás. Felelős döntést hozzon. Igen, abszolút. Tehát elég provokatív. És ugye erről írt a Schenkman úr a cikkében, a politikó megjelent cikkében. És ezt bizonyítja, ezt indokolja, hogy az ember miért nem alkalmas úgymond demokráciában élni?
Igen, azt mondja, hogy a nagy tömegek alapvetően nem alkalmasak erre, mert egyszerűen nem tudnak olyan komplex módon gondolkodni, és azt állítja, hogy ugye a választásokon is ezért nagyon könnyen megtéveszthetőek, és akár antidemokratikus erőket támogatnak, olyanokat, akik egyébként nem az érdekeik szerint cselekednek, de ők elhiszik ugye azokat az egyszerű, leegyszerűsített kampányszlogeneket, amiket a politikusok mondanak. És az ő véleménye szerint igazából az ingatta meg a demokráciát, ez is érdekes, én nagyon szívesen majd, hogyha lesz hosszabb idő, erre kifaggatnám arról, hogy ő mit ért demokrácia alatt. Igen. Mert egy picit úgy fogalmaz, hogy igazából az elitnek, azoknak a professzoroknak, gazdasági, kulturális és politikai beli vezetőknek a mentorálására, meg egy ilyen patronálására van szükség a demokráciában, akik valóban elég felelősségteljesen gondolkodnak, képzettek is, és ők majd segítik terelgetni, ugye a képzetlen és a saját érdekeiket képviselni nem tudó tömegeket. Ez valóban szerintem egy elég merész állítás. Ez igen. Inkább egy picit, mintha az oligarchia felé. Igen, ez a szűk elit, aki irányítja akkor a társadalmat. Igen. Igen. Tehát akkor ő úgy látja, hogy az emberek nagy többsége nem alkalmas az, hogy hát észszerű döntést hozzon ezek szerint, és ennek mi az? Elsősorban mi az oka? A képzetlenség? Az, hogy nem olvasnak az emberek? Vagy minek tudja ezt be? Valahogy egyrészt ennek a nyugati életformának, amiben egyszerűen egy információ dömpinggel szembesül az ember, aha. És azzal, hogy... ugye több kérdésben kellene tudni a döntést hozni, és fölmérni, hogy mik az ő érdekei, mik lesznek a gyerekei érdekei, és hogy az emberek nagy többsége lusta, elfoglalt, más prioritásai vannak, nem néz teljesen utána ezeknek a kérdéseknek, és így nem is tud felelősen gondolkodni erről. Illetve hát nagyon érdekes, hogy azt állítja, hogy a mainstream médiumok, akik nem pont így fogalmaz, de azok a médiumok, amik bevettek ugye Amerikában is már több évtized óta a tájékoztatást ellátják, azoknak ugye most a monopóliuma föllazult, mióta igen. Az internet világában mindenféle más hírcsatorna is megjelent, és ő ezt negatívumnak éli meg. Ez szerinte így sok álhír jelenik meg, sok olyan nézet tör előre, ami nem feltétlenül támasztja, ami a valóságnak nem felel meg, és szerinte ez összességében árt a demokráciának, furcsa módon, pedig ugye több hang jelent meg, de mégis félrevezetik a tömegeket. Igen, félrevezető, meg aha. Akár antidemokratikus hang. Hú, hát nagyon érdekes vélemények ezek. Egyébként lesz olyan személy, aki akár vitába száll majd vele? Igen, összesen négyen fognak beszélgetni, és egy valaki fogja moderálni őket, tehát öten fognak ülni a panelben. Tehát Scheinman és Rosenberg úr mellett még Söpszín György, fideszes volt Európa parlamenti képviselő, illetve gondolkodó közéleti szakember fog még vitába szállni. Ő ugye egy hagyományos konzervatív értelmiségiként van, mind Magyarországon, mind nemzetközi szinten számon tartva, élt az Egyesült Királyságban is több éven át, úgyhogy ő egy teljesen más véleményt képvisel a tekintetben, illetve Kálnoki Borisz, a sok száz éves múltra visszatekintő nemesi családnak az egyik sarja, egy német-magyar újságíró, a Die Weltnek a budapesti tudósítója, aki szintén egy mérsékeltebb konzervatívabb álláspontot fog képviselni. Akkor vélhetően lesz vita is. A közönség mennyire szólhat bele, mennyire tehetnek föl kérdéseket például? Abszolút lesz erre lehetőség. Mindenki el fogja majd mondani a maga álláspontját, egy rövid bevezetővel, utána beszélgetnek egymással. Alvino Mario Fantini, egy bécsi újságíró, a European Conservative nevű évente kétszer megjelenő konzervatív elemző lapnak a főszerkesztő helyettese fogja az egész beszélgetést koordinálni, moderálni, és utána ő meg is fogja nyitni a közönségkérdések számára nagyon, a terepet. Nagyon izgalmasan hangzik. Ugye utaltunk már rá, hogy ez egy előadás sorozatnak a része lesz a mai. Hogyan tovább, hogyan tervezitek a jövőben a többi előadást, milyen témákat esetleg, és milyen gyakorisággal? Van már konkrétum? Szeretnénk havonta egy előadást szervezni. A december ugye az ünnepek miatt
valószínűleg már kiesik. Túl aha. sűrű lesz ahhoz, igen, hogy akkor szervezzünk valamit, de október 30-án szervezzük a következő eseményünket, és még nem teljesen biztos, hogy mi lesz a téma, hogy zajlanak a meghívások, úgyhogy ezzel kapcsolatban még nem is mondanék a nyilvánosságot. Legyen meglepetés. Igen, de nyugodtan számíthatnak rá, hogy hamarosan jelentkezünk majd részletekkel, illetve szeretnénk november vége felé is. Uh-huh. De az biztos, hogy közéleti témákban gondolkoztok. Igen, igen, igen. Aktuális, mind európai, globális, mint pedig kifejezetten magyar szinten nagyon fontos alapvető kérdésekről szeretnénk olyan nyílt beszélgetéseket szervezni, ahol ugye mi nagyon hiszünk a szólásszabadságban, és abban, hogy a különböző vélemények igenis legyenek megszólaltathatóak, ne lehessen lecsavarni bármilyen okból őket, ugye ezzel a szellemiséggel fogunk vitákat szervezni, és várjuk is mindazoknak a részvételét, akár azáltal, hogy megjelennek, mindenkit nagy szeretettel látunk, akár ugye a beszélgetések utóéletében, ott Facebookon, vagy hogyha valaki csak nekünk szeretne valami javaslatot tenni, akkor is szeretettel várjuk a véleményeket és a hozzászólásokat. Van ennek a Budapest Lecturesnek most már önálló Facebook oldala is, uh-huh. akár oda, akár az MCC Facebook oldalára, az MCC Twitterjére, vagy a honlapunkra. Uh-huh. És nagy szeretettel várjuk a látogatókat, azokat, akik hozzászólnának, vagy csak tájékozódnának. Vagy egyszerűen, akiket érdekel a közélet, igen. a közügy, a politika például, mert ezek tényleg nagyon aktuális, előremutató témák, előadások lesznek akkor. Nagyon szépen köszönjük, Fanni, hogy elmondtad mindezt. Nagyon sok sikert kívánunk nektek, jó szervezést, jó rendezvényt, aztán majd még bizonyára foglalkozunk az MCC rendezvényeivel. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.